Vírusfertőzést követő szívműtét miatt a profi labdarúgás befejezésére is kényszerülhet dr. Horváth Zsolt, a Debrecen 28 éves támadója. Esete pedig ismét rávilágít az élsportolók szívzűrös ügyeire, amelyekről ezúttal a Testnevelési Egyetem laboratóriumát vezető Petre Kanics Mátéval beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye az élsport, mondhatjuk azt, hogy az átlagosnál jobban megviseli a szívet gátfutástól röplabdáig, vagy a foci egy kiemelten kemény és veszélyeztetett sportág? Hát a labdarúgás kétszer 45 perc, 120 méter a pálya, és különösen a Zsoltnak a szerepköre, ő csatár, én őt ismerem, 2011-ben láttam utoljára, és a csatárok adják le a legnagyobb dinamikus teljesítményt, amit követni kell a szívnek és az izomnak is. És ha itt valami olyan probléma van, hogy van egy megfázás, egy torokgyulladás, egy felfázás vagy valami, akkor elindulhat az a folyamat, ami későbbiek folyamán csinálhat egy ilyen problémát a szív. Tehát ilyen szövődményekhez vezethet. Na most, ha már itt tartunk, éppen tegnap is végig a pályán volt a kis örökmozgó Nagy Ádám a Bolognában, lejött, már szó volt róla, hogy hány kiló, 13 kiló, ő futotta a legtöbbet a csapatban. Na most itt az a nagy kérdés, ha már szóba hoztad, hogy dinamika és támadó. Igen. A különböző posztok között, a sokat futó középpályás, a csatár, aki lehet, hogy nem fut annyit, de dinamikusabb mozgásai vannak, szóval itt ki van leginkább veszélybe, a támadó? Igen, ő, mert a legnagyobb izomtömeggel is ő rendelkezik, és neki kéne a legtöbb pihenő is, az Ádámot is ismerve. A középpályásokat, még Mezei Gyurinál, Bot Jóskánál csináltunk ilyen felméréseket 5 éven keresztül, és néztük különféle szerepkörökre, ez lejön a magyaroknál is, de a külföldieknél is. A legtöbbet a középpályások futnak, de a legnagyobb dinamikus teljesítményt, sebességet azt a csatárok vagy a szélsők adják. Tehát itt olyan ritmus ingadozások vannak, van, ami miatt ők nagyon ki vannak téve a veszélyeknek. Na most az ő esetében, tehát egy vírusos fertőzés, majd a hírek szerint ugye szívműtétet kellett végrehajtani rajta, ami így a, általánosan szíven üti a kívülállót, hogy ez mit jelent, de miről van itt szó, hogyan lehet egy ilyen szövődményt kezelni, mi történt hát itt? Nem sok információ van, ami megjelent az interneten, vagy ami elérhető. Nekem is inkább olyasmi történhetett, hogy ez a gyulladás valamelyik billentyűt vagy ilyesmit megtámadhatott, itt pedig ennek döntő szerepe van az áramlások miatt. Ez pedig azt jelenti, hogy az izomzat vagy maga a szívnek a vérellátása sem tökéletes, és utána, ha sikerült a műtét, akkor van esély arra, hogy felépüljön. Teljes felépülésre van esély. Reméljük. Most annyit még, hogy amikor én ismertem őt 2011-ben... Az azt jelenti, hogy 6 évvel ezelőtt így van, és ide. Ott is őnála is lehetett látni azt, hogy neki is a terhelést meg a pihenést kifejezetten be kéne állítani. Minden olyan vizsgálat, amit mi is csinálunk, próbálunk előtte a lehetőségeink szerint nyugalomban már meghatározni azt az élettani állapotot, amivel aztán nyugodt szívvel odaengedhetem a futószőnyegre vagy a pályára. Többször hangsúlyoztad, problémának látott tehát ma az edzésmódszerekben azt, hogy jobban hangsúlyozzuk azt és használjuk, ami úgy szól, hogy a nagy megterhelés mellett a pihenés, a regeneráció? Igen, most ott tartunk, hogy vannak lehetőségeim arra, hogy a megelőző éjszakát is le tudjam mérni. Erre vannak most már high-tech biztosít egy olyan berendezést, ami mutatja azt, hogy az előző 8 órában az ő pihenése milyen minőségű, és utána léphetünk tovább. Múltkor is vizsgáltunk kézilabdás lányokat, és akkor pont volt egy ilyen vírusos fertőzés, volt olyan lány, aki az ágyát elhagyta 6-szor, mikor pihennie kellett volna, és a sportoló bevállalja, nem mondja meg azt, hogy figyelj, hát én egész éjjel, mit tudom, aludtam 3 órát, 4 órát, akármennyit, és odáll, és lejátszom. És játszani akar ahelyett, hogy ezt jeleznie kellene, mert ez nagyon fontos, hogy forgolódtam álmatlan az ágyam, az nem ugyanaz, mint hogyha tényleg jól kipihentem magam. Igen, törekszenek is erre a labdarúgó csapatoknál, de hangsúlyozom, hogy magát a labdarúgó szereplőit is, a labdarúgókat is kéne valamilyen formában olyan mértékben tanítani, oktatni, nevelni, hogy higgye már el, hogy az edző nem akar neki ezzel rosszat, ha megkérdi azt, hogy mondd már meg, milyen állapotban vagy. Őszinte válasz, nem kell attól félni, kikerülök a kezdőből, ennél fontosabb ez, nézzük meg ezeket az eseteket, hogy milyen következményei lehetnek. Igen, így van, és akkor mindenki jön, hát egy kicsit náthás vagyok, egy kicsit, mit tudom én, fáj a torkom, van egy arcüreggyulladásom, és mi ugye vizsgáljuk a légzés funkciókat, nagyon sok bajom van az ilyenekkel, és nagyon sok sportolónál egy orrsövényferdülés, nem akarok nevet mondani, de sokszor 3-4 évre előre jelezik, hogyha itt
ezek a kórokozók úgy oda szépen befészkelik magukat, előbb-utóbb le fog sérülni. Lehet, hogy térdre, bokára, könyökre, de megjön a minden, probléma. Minden összefügg gyakorlatilag. Hát igen. A legapróbb megfázás vagy megkülés. Magyarán mondva, ezeknek a vírusos fertőzéseknek a szövődményeit egy jól felszerelt sportközegben igenis nagy részt meg lehet akadályozni. Én úgy érzem, hogy igen, ma már az orvostudomány, és ugye mindenhol vannak MOB-nál, MLS-nél orvosbizottságok. Én azt mondom, hogy nem kell állandóan vizsgálni a játékosokat, de azért évente egyszer úgy alaposan át kéne nézni, hogy ő milyen élettani állapotban van. Ez ilyen szempontból mi lenne az ideális állapot számodra, aki dolgoztál, meg most is dolgozol a magyar futballal, a magyar futballban, most csak a futballról beszéljünk, hogyha például a Horváth Zsolt féle éllabdarúgókról éves adataid lennének? Igen, ez a másik, amin próbálunk megint létrehozni egy egységes adatbázist, mert az nagyon fontos lenne. Nálam is, mivel rengeteg sportoló megfordul, nagyon sokszor bejönnek információ, rákattintok. Most is, hogy hívtatok, hogy jöjjek, akkor megnéztem, hogy van-e róla info. Igen, van róla információ, egy kiváló alkatú, minden helyén van, hát most már elvégezte a jogot, de ilyen embernél hangsúlyozottan oda kell figyelni, hogy hogyan tud pihenni. Na most itt például a pihenés, még erre nagyon kíváncsi vagyok, mert vannak izguló sportolók, nem kevesen, akik azt mondják, hogy a döntő mérkőzés előtt éjjel alig tudtam, nem beteg, nem náthás, nem azért, csak egyszerűen mentálisan ilyen, nem tud ellazulni, felspanolja a tét. Ez esetben ő sem fogja annyira kipihenni magát, igaz? Van rá lehetőségünk, hogy nem csak a vegetatív idegrendszert tudjuk vizsgálni, hanem van egy kis mini EEG erősítő, és az megdöbbentő, hogy bejön hozzám egy sportoló, és semmit nem csinál, csak fekszik, és egy instrukciók alapján be tudom vinni őt egy normál tartományba, el tudom vinni az izgalmat róla. Meg lehet csinálni. Elsősorban, ahogy említetted, mentálisan tudunk segíteni, és utána tudunk segíteni a fizikai képzésbe. Ahhoz, hogy valakinek változzon a ereje, gyorsasága, vagy bármi más, hosszú heteket, hónapokat, mentálisan, pszichológiával pedig nagyon gyorsan lehetne eredményt elérni. Tehát itt bizony a sportpszichológiának nagyon döntő igen. hatása lenne, hogy az ilyen típusú embereknél szintén tréningekkel, gyakorlatokkal, lelki tréningekkel el lehet érni azt, hogy ellazuljon, és ezek a problémák megszűnjenek, hogy izgulok és fordulok. Hát mivel látom a szívét, levegőjét, mindent, a kettőt össze lehet hozni egyensúlyba, és akkor működik a sportoló. Horváth Zsolt esetében, tehát kívülről látva a helyzetet, simán látsz rá esélyt, hogy ő ugyanúgy NB1-es labdarúgó lesz a jövőben is. Én azt mondom, hogy az alapján, amit most tudunk. Megvan a lehetőség, és Debrecenben is az a technikai high-tech megvan, hogy őt segítsék abban, hogy figyeljék a szívét, a tüdejét, különféle vérparamétereket, és akkor vissza lehetne hozni. Azt mondnak, hogy ő egy 28 éves futballista, hogy néz ki a rizikófaktornak a korfája? Nagyon érdekes, hogy amit én látok, és nem csak labdarúgókat, hanem fegyveres testületeket, ilyen tízezres mintákat, nem igazán életkorfüggő az, hogy ki milyen állapotban van. Nekem volt olyan újságíró kollega, Automotornak a főszerkesztője, Karlovics Kristóf, nem tudom, mondta ez a név valamit. Igen, igen, azt hittem, hogy a mostani, mert ő gyakori igen, de ő már, amikor bejött hozzám, akkor is hát ilyen korosabb ember volt. Ugyanazt tudtam, mint egy 20 éves ember, de a laborra is úgy jött be, hogy a biciklién. Hiába mondom, hogy gyere be már nyugalomba, betekert a bringáján, és fantasztikus edzettségi paraméter. Tehát ezeket az edzettségi paramétereket nem igazán tennéd ilyen tabubá, hogy akkor nem, mert az idősebb korban nem. Meg. Edzettség az egy stabil dolog. Egy jópofa dolog volt, múltkor utattak egy fiatal embert, 145 éveset. És adta nyilatkozott, hogy így szívta a cigit, és elpöckölt, és mondta, hát volt 4 feleségem, van 80 unokám, és még mindig igaz, egy ilyen fehér botta, amit tudom, én ott a bóklászott, de még ment az ürge. Mekkora jelentősége van az edzettség mellett, amivel nem tudunk mit kezdeni, a genetikai adottságok? Azon én most nem a hibákról beszélek. Nem, persze, hát, aki bejön hozzánk, nem azt kell elmondani neki, hogy mit nem lehet megcsinálni, hanem amit ő hozott magával, nem véletlenül lesz valaki csatár, vagy súlyemelő, vagy kajakos. Én azt mondom, még a kiválasztásban is lehetne jelentősen előbbre lépni, mert a
sportolónak a méretei és a leadható teljesítmény, ez a Newton is egy nagyon ronda ember lehetett, kitalálta az F1 emszer által, igen, az erő, az tömegszer gyorsulás, lejön ez is, mert van egy 100 kilós ember, meg egy 50 kilós ember, ennek az 50 kilósnak négyszer akkora sebessége kéne neki ütközni a 100 kilósnak, hogy föl tudja borítani. Na most a genetikán túl viszont, és ez nagyon fontos, mindenfajta terhelhetőség optimálisra hozásában a fiatalkori edzés mennyiségnek, és nem a mennyiségnek, hanem a minőségnek lehet nagy szerepe, hogy mikortól kezdve van meg az a módszertani eljárás, amivel dolgozunk. Ezzel mi a helyzet most a magyar futballban? Hát itt is azért próbáljuk ugye korosztályra bontani mindenre, ugye van egy kronológia, meg egy biológiai életkor, és akkor ezeket is összhangba hozni, mert nagyon sokszor bejönnek hozzám, és elmondom, hogy figyelj, zseniális a gyerek a fociban, el van maradva 2 évvel, de mivel nagyon ügyes, még följebb viszik egy korosztályt, ott tudja, hogy kiírják, nem fog menni, de erre kifejezett és határozott intézkedések vannak és lesznek, hogy próbáljuk így beállítani a képzést. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, folytassuk majd, mert a téma kimeríthetetlenül érdekes. Köszönöm. Köszönöm szépen.